tudom ám én, hogy mi járatban vagy. Te a kétfejű sárkányt akarod legyőzni, igaz? Én, tudod mit? Neked adom ezt a gyönyörű teknőt. Nekem már úgy se kell. A Nap, a Hold és a Csillagok Megszabadítása című mesét játszotta el vállalkozó kedvű gyerekek közreműködésével a Kereplő Báb Színház a Paksi Városi Múzeumban. Az intézmény idén is csatlakozott a Múzeumok Éjszakája országos programsorozatához. A fő esemény ezen az estén a zentai képeslapokból nyíló kiállítás volt, ez adta a csatlakozó programok fővonalát is. A Rólunk a Világnak című kiállítást Szántó Zoltán Paks alpolgármestere nyitotta meg, aki felidézte az előzményeket is. Egymás történelmének, település történetének megismerése ott kezdődött, ahogy igazgatóasszony is mondta, amikor tavaly ennek a paksi múltnak egy szeletét vittük el Zentára a Paksi Városi Múzeum munkatársaival, amikor is a paksi Sánchegy történetén keresztül idéztünk fel egymásra rakódott történeti korokat. Most Zenta küldöttsége hozta el a település képeslapjait. A küldöttséget Ceglédi Rudolf, Zenta polgármestere vezette, aki gyümölcsözőnek tartja a két város és intézményei között meglévő több éves kapcsolatot. Az, ami a két múzeum közt megindult kapcsolat, az dicséret és elismerésemet tudom csak kifejezni, és hát bízok benne, hogy ez tovább fog folytatódni. A képeslap kiállításra érkezőket kosztümös tárlatvezetés várta a Vakbottyán gimnázium 7-esei jóvoltából, és lehetőség adódott a kosztümök felpróbálására és fotózásra is ezen az estén. A gyerekek kézműveskedhettek és képeslap lenyomatokat készíthettek, helyi termelők portékáiból kirakodó vásár várta az érdeklődőket. Rendkívüli programmal is készültek a múzeum munkatársai, amelyen a Paksi Ifjúsági Fúvós Zenekar közreműködött. A fúvószenekar az úgy jött képbe, hogy van egy olyan fúvószenekarra írt mű, hogy Zentai Május, és ezt fogják zárásképpen ők eljátszani. És hát természetesen a hadik film az pedig úgy kerül ide, hogy akkor, amikor ezek a kúriák épültek, az pontosan a hadik film korában játszódik, tehát annak az elejét jeleníti meg, és ez egy új alkotás, amit hát úgy gondoltunk, hogy kertmozi még nem volt a múzeumban, hát most legyen az is. Különlegessége volt a napnak a Veroci Pét barátok körének bemutatója, akik a kerékpár 18-19. Századi ősét hozták el a múzeumok éjszakájára, a vállalkozó kedvek ki is próbálhatták a járművet.